Szeretettel köszöntjük Vitéz Ajtos József László, prépostatya Esperesi kerületének katolikus híveit. Kérem, fogadják szeretettel a húsvéti időszak, a nagybőjti gondolatait. A 40 nap a keresztények számára a bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre. Hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. A Teremtőhöz. Nyújtsd a kezed felém, Atyám, mikor hívogat a mélység. Csak te légy a menedékem, és eloszlik a sötétség. Egy picike harmadcsepp megcsillan a fényed, a legkisebb fűszálban is ott rejtőzik lényed. Te alkottad meg a földet, álmodtad íj szépnek, és mégis pusztítjuk azt, és elfelejtünk téged. Bezárjuk előtted szívünk, oly sokszor vétkezünk, te mégis hosszasan tűrsz értünk, s kegyelemedből létezünk. Add, Uram, hogy ki még nem lát, fogadjon szívébe. Irgalmat találja meg őt, s töltse be a szent béke. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Felsős lakóit, mindenkit, és az rám bízott Esperesi kerületnek papságát, és a kedves testvéreket, híveket. Ilyen még nem volt. Most, hogyha reklámoznánk valamit, akkor azzal kezdeném, hogy ide figyeljenek emberek, ilyen még nem volt, amit most megpróbálunk megvalósítani. Szent Mária Magdolna templomában, hogy így bekérezkedjek az otthonukba a testvéreknek, és egy kicsit közösen elmélkedjünk, gondolkodjunk arról a nagy eseményről, nagy titokról, amely 40 napon keresztül fogunk ünnepelni, elmélkedni Krisztus Urunk megváltói tevékenységéről, szenvedéséről, megváltó kereszthaláláról, és a legnagyobb keresztény ünnepről, a föltámadásról. Csodálatos időszak előtt állunk. Most éppen hamvazó szerdai szentmisével végeztünk, amikor megpróbálom elmondani azt, hogy mi is kavarog az embernek a fejébe, hogy nem régen még itt az oltár előtt itt volt a Szent Család, Kis Jézus, a Szűzanya, Szent József, aztán hamarosan bezöldültünk hosszú-hosszú ünneplés után, majd pedig ez a csodálatos karácsonyi idő elteltével jött a farsang idő, és amikor most vége farsangnak, vége húshagyókednek, akkor megkezdődött a csodálatos ének, ami így kezdődik: a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek. Nyugodalmat lelkemnek. Kedves testvérek, ezt az időszakot nagybőjtnek nevezzük. Nagybőjt, amely alkalmas arra, hogy megtisztuljunk. Testileg is, és lelkileg is. Hiszen sok minden van, ami lelkünkben, szívünkben, amelytől meg kell szabadulnunk a bűnbánat által, és nagy-nagy reménységgel megyünk, ott találok, ó Szűzanya, hol? A keresztfához, a keresztfa alatt. Ott találjuk azt a keresztfát, az üdvösség fáját, amin a mi Istenünk, az ő Szent Fia engedelmes kereszthalála által megváltott a bűneink tej. Ezek a bűnök nagyon nyomnak bennünket, szinte lesújtanak,
De nem szabad kétségbe esnünk, különben se szabad kétségbe esni. A keresztény embernek soha, de soha nem szabad kétségbe esni. Mert amikor azt gondolnánk, hogy elhagyott bennünket az Isten is, akkor, ha hátra nézünk, a hátunk mögött, ott van a lábnyoma valakinek. Az a valaki pedig nem más, mint Jézus Krisztus. És azért nem látjuk a mi lábnyomunkat, csak az övét, mert amikor a legnagyobb bajban vagyunk, akkor ő fölemel bennünket, és szívéhez szorít minket. Bátorít bennünket. Szükségünk van most a nagybőjt kezdetén a bátorításra. Arra, hogy odafordulhassunk a mennyei atyánkhoz. És úgy, mint a tékozoló fiú történetében olvassuk, oda menjünk hozzá, és azt mondjuk neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy gyermekednek hívjál engem, csak legalább a béreseid, a szolgáid közé fogadj be. És ahelyett, hogy jól megbüntetne minket, mit csinál a mi atyánk? Magához szólít bennünket, átölel bennünket, örvendezik, lakomát rendez, de hiszen mindenki ismeri a történetet. Miért teszi ezt? Mert örül, hogy a megtérő bűnös hazatalált, mert minket hazavár a mi atyánk, a mi mennyei atyánk. Drága testvérek, 40 nap áll rendelkezésünkre, mint mondtam, hogy újra és újra különböző szolgálattevő atyák jönnek majd, és beszélnek arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a nagyszerű üdésszak. Akkor majd sokkal többet fogtok hallani a nagybőjtről. Most egyelőre tárjuk ki a templomajtót, ami mindig nyitva van, mindenki előtt. Tárjuk ki a szívünket, az elménket, vizsgáljuk át önmagunkat, és ha csak nagybőjt elmúlta után, csak egy picivel, egy fokkal tudunk jobbak lenni, vagy tudunk időt szakítani arra, hogy bejöjjünk vasárnaponként, vagy csütörtökönként ide a templomba, hogy találkozzunk a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal, akkor már megérte ez a feladat. Akkor már megérte az, hogy eljövünk és elrebegjük mi is a tékozló fiúnak a szavait. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És az Atya majd meg fogjuk látni itt a szív mélyén, lelkünk mélyén. Érezni fogjuk azt, hogy magához ölel bennünket. Adja Isten, hogy így legyen. És majd, ha megünnepeljük a húsvétot, akkor boldogan tudjuk bele kiabálni az egész világba, ami örömünket. Krisztus szenvedett, meghalt, de dicsőségesen föltámadt. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézus megkísértése. Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor így szólt hozzá a sátán, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.
Jézus elutasította. Írva van, Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak, majd nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta. Az is írva van, ne kísérd Uradat, Istenedet. Miután a sátán minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.